A kórház történelmének talán legnagyobb beruházását sikerült idén befejezni a Józsa András Oktatókórházban. A több kórház projekt egy több éves fejlesztési csomag volt Nyíregyházen. Köszöntöm a stúdióban dr. Adorján Gusztávot, a kórház főigazgatóját. Jó estét kívánok! Jó Meglehetősen régre nyúlik vissza a több kórház fejlesztése. Mikor kezdtek el ezen gondolkodni? Hát, hogy ez a 2007-es, 2008-as évekbe indult, aztán a... Megvalósítás, a valódi megvalósítás az 13-ba kezdődött, és 15 év végén az első rész lezárult, és most 2018-ba tettük rá az íra a pontot a parkolóház átadásával. Mi volt a fő célja? a fő koncepciója ennek a több kórház projektnek? Ugye a <kül> Nyíregyházi Kórház annak idején úgynevezett pavilonrendszerbe épült föl, és hát ennek a pavilonrendszernek minden hátrányával, valamikori előnyeivel, de azért ma már inkább a hátrányára sorolható föl, és az a gondolat fogalmazódott meg az akkori döntéshozókban, hogy hogyan tudjuk a ellátást egységesíteni, közelebb hozni az ellátási egységeket, tenni. átláthatóvá tenni közelebb a, a helyeket, betegutaknak a racionalizálásával, és hát nem beszélve bizonyos gazdasági szempontok figyelembevételével is. Mindez mit akar? Melyik azok az osztályok, amelyek ebbe a tönkórházba bekerültek? Ugye a tömkorház, amikor elindult, akkor az előző területből 15 ezer négyzetméter került bontásra, és 27 ezer négyzetméter új épület került átadásra. Ez, a, ez azt jelenti, hogy mintegy 15,5 milliárd forintos beruházás valósult meg ezben a e, projekten belül. Ugye volt ennek a projektnek egy kis lelassulása is, amikor a és az árfolyam különbözet miatt tulajdonképpen az, az erre szánt összeg az lecsökkent, azonban hála Istennek kormányzati segítséggel újra tudtuk indítani, és újra beindult ez a beruházás. Olyannyira, hogy ezt gyakorlatilag még kiegészült egy új sürgősségi ellátó e, osztályjal is. Tehát maga a tömbkórház, ahol három tömbben e, épült föl ugye a onkológiai, onkohematológiai tömb, vadonatúj műszerekkel. Tehát megint csak azt mondom, hogy mint ahogy annak idején már akkor is itt voltam, akkor is egy onkológiai osztály alakult, most is az ország legmodernebb géppalkával rendelkező onkológiai osztályunk van. Egy belgyógyászati terület fertőző, gyermekfertőző, gyermekrehabilitációs központtal, tömbel, illetve gyerekgyógyászati Tömbel, ennek a tetején egy helikopter leszálló pályával, illetve ez szorosan kapcsolódóan egy sürgősségi ellátó hely, sürgősségi osztályunk, ami megint az ország először volt, és ugye ebben a projekten belül volt, még hozzátartozott ez a bizonyos parkolóház, a maga, hát... 361 férőhelyes kétszintes épületével. Óriási számokról beszélünk, és nem csak a pénzösszegekre gondolok, hanem az alapterületre, amit itt átépítettek, beépítettek. Hogyan lehetett ezt zöggenőmentesen megoldani, úgyhogy működött közben a kórház? Igen, nagyon jó kérdés, és köszönöm is, hogy földobta föl ilyen mértékben a labdát, szerkesztőasszony. Én minden egyes alkalommal szoktam mondani, hogy nagyon büszke, büszke vagyok a kollégáimra, a, és köszönettel tartozom a betegeknek és a hozzátartozóknak, hogy át tudták vészelni ezt az időszakot, és köszönet az építőknek is természetesen, akik mindezt idővel a lehető leggyorsabban elvégezték, hisz közben működő kórházként üzemeltünk. Én azért mondtam, ez egy hihetetlen nagy feladat volt, és hála Istennek különösebb probléma nélkül lezajlott ez, hisz hatalmas lukak voltak az építkezésben, át, tehát nagyon nehezen lett közlekedni a kórház területén. Most már ugye a parkoló az át egy egy elég konszolidált helyzet alakult ki az intézményen belül de Hála Istennek, remélem, lesznek, lesz még egy kis felfordulás a következő időszakban is, mert azért terveink vannak. Említette, hogy nem csak az épületek korszerűsödtek, hanem szakmailag is sokat fejlődött. Ez a Így színűköző. van, ugye épp az elmúlt héten tartottuk a szokásos főorosi évzáró főorosi értekezletünket, és hát akkor az ember azért összeszedi egy évben, mi történt, és hát én lepődtem meg a legjobb, mindig meglepődök, hogy milyen sok minden történik egy évben. Ebbe az esztendőben 25 szakmába történt olyan ö, szakmai módszertani változás, új ö, terápiás lehetőség új műtéti eljárásoknak a bevezetése, ami azt gondolom, hogy, hogy Szolgálja azt az ide, ideát, amit én mindig szoktam mondani, hogy az épületek megvannak, most már szellemmel töltsük meg. Én, bizt, én bízom benne, hisz, hisz a kollégáim <coughs> tényleg vannak unikális, tehát országosan unikális beavatkozások is, amelyeket csak nyíregyházan végzünk. A kollégáim képes, képesek erre, és képesek lesznek a jövőben is ezt teljesíteni. Minősített embereink is, ugye 20 minősített ember van az intézményünkben, tehát tudományos fokozattal rendelkező szakember, aki már önálló öná eh, is, és, és, önálló <coughs> PHD hallgató képzéssel is rendelkezünk. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a Debreceni Orvostudományi Egyetemmel, tehát mi egy oktató kórház vagyunk, de itt a, itt a Debreceni Egyetem kihelyezett főiskolai karával is, tehát gyakorlatilag próbáljuk ezt a, ezt a <coughs> dolgot mind az orvos szakma, mind az ápolás szakma területén megvalósítani. Az, hogy oktató lett a József András kórház, ez egy ugrásszerű minőségi változást hozott a, a kórház számára, vagy mondhatjuk azt, hogy ez egy folyamatnak a az egyik. Az eleme oktató kórházi van. státusz már régebben megvan. Tehát ugye az egyetemeknek nagyon lényeges szerepük az, hogy, hogy az elméleti oktatáson kívül gyakorlati oktatást is tudjanak tartani. Tehát mind a graduális, mind a posztgraduális képzés, tehát a orvosképzés és, és később a szakorvosképzésben képzés. is. Így van. Tehát gyakorlatilag ezt a, ezt a, funkciót mi végezzük, hisz kollégáink, főorvos kollégáink járnak át Debrecen Egyetemre vizsgáztatni, akár szigorlókat, akár talgatókat is. Tehát van egy, van egy ilyenfajta kapcsolódási pont, és én bízom be, Benne, hogy a jövő az debrecen egyháza között ugye közismert az a, a, a együttműködés, ebben is tulajdonképpen fogunk tudni lépni a jövőben. Vannak, terv, vannak konkrét terveink, amelyek még tervek, de meg szeretnénk megvalósulni. Segít ez abban is, hogy az orvos utánpótlásba valóban az igazán tehetséges végzős hallgatók jussanak? Így van, ezt büszkén mondhatom el, hogy a mi intézményünk ez egy kedvelt a fiatalok számára. Jelenleg körülbelül 150 rezidens van nálunk. Más egyéb nagyobb kórházakkal, beszélgető kórházvezetőkkel panaszkodnak, hogy, hogy kevesebb a rezidensük. A rezidensek egyébként én beszélgettem nagyon sokukkal, három dolog érdekli őket igazán. Az, hogy normális szakmai munkát végezhessenek, hozzájuthassanak a normális munkához, megfelelő, hogy mondjam, lakhatási körülményeik legyenek, hogy a munkájukat tudják végezni, és csak a harmadik a pénz. Ez nagyon érdekes egyébként, de azt gondolom, hogy azzal, amit most a jövő fejlesztünk, akár szállók építésében is benne vagyunk ilyen projektekbe. Azt gondolom, hogy ez, illetve ez is hozzájárul, illetve az a szakmai munka. Hozzáengedjük a orvostalgatót és a, és a szakorvos jelöltet a beteghez. Így van, hozzá. és ez nagyon lényeges dolog. Milyen tervek vannak a jövő évre? Hát ugye a következő évre megvalósult itt az elmúlt évek, ahogy említette, és a kórház történelmének az egyik hatalmas nagy beruházás csomagja. Ugye ilyen nagy csomag nem tudom mikor lenne, el tudnánk költeni nagyobb összeget is természetesen. Ugye azért olyan terveink vannak, ami, ami számunkra, hát hogy mi a megoldandó a sebészeti tömnek is, illetve úgymond az STK, Bocskajúti STK-nak a felújítása. A Bocskajúti STK-ban egyébként lesznek felújítások, részleges felújítások, mind a földszint, az át, rámpa fog, tehát mozgáskorlátot rámpa fog épülni, a negyedik, ötödik emeleten, emeleten lévő pszichiátriát átalakítjuk, tehát részlegesen lesznek átalakítások. Hát ugye terveink megvannak elkészült, tehát el vannak készítve azok a kész megvalósítási, hogy mondjam, tervek, amelyekkel a csebészetitől mind külső, mind belső átalakítását el kell végezni. Ehhez folynak a forrás kutatások. Ugye én minden egyes alkalommal, ahol hogy melyem, olyan emberekkel tudok beszélni, akik, akik tudnak ebbe segíteni, elmondom, hogy ez, ez azért szükség lenne. Engem épp a miniszter úrnak legutóbb volt egy interjú, ahol beszámolt, hogy az elmúlt időszakból 500 milliárd forintból a vidéket fejlesztették, és 700 750 Budapestet fogják fejleszteni egészségügyét, de te mondta a miniszter úr, hogy természetesen vidéken is vannak még a folytatni való beruházások. Én bízom benne, hogy ebbe a nagy csomagba mi bele tudjuk tenni valamilyen utomódon, akár az energetikai felújítás, de maga a szakmaiságunkból kifolyólagosan tudunk merünk, akkor kérni és kérhetünk, hogy ezek a beruházások valósuljanak meg. Ebből a következő esztendő be fog fejeződni egy ilyen, hogy, hogy csőposta, labor csőposta rendszer. Volt egy ismerős, egy kérdés, hogy milyenek ezek a csövek az stk mit, mit, mit takarnak ezek. Mondtam, hogy nem vért és egyébként fogunk csatolni, hanem maga a központi labornak a, a minél hamarabb, hogy mondjam, eljuttatása a laborba, ez egy ilyen pneumatikus csőposta rendszer ez már különböző kórházakban van, ehhez is sikerült forrás találnunk. 118 férőhelyes új nővérszálló fog felépülni, a fertőző osztály onnan el fog tűnni, tehát azt, azt lebontjuk, és annak a helyére fog felépülni, úgyhogy azért mondtam, bízom benne, hogy lesznek még építkezések, Na, akkor van még, kor, még mind van mind gondolk, mind gondolk, és gondolk. lesz majd még van. mit kerülgetni. Így, van, így, így van. Túr, köszönjük szépen, hogy Én el is köszönöm a lehetőséget.